Az autizmus elsősorban három területen okoz jellegzetes tüneteket, ez a kommunikáció, a társas kapcsolatok és az úgynevezett rugalmas viselkedés szervezés. Az egyik legfelismerhetőbb már gyermekkorban is észlelhető tünet a beilleszkedési nehézség, de számos más területen is másképpen viselkedik egy autista, mint egy átlagosan fejlődő gyermek. Tudni kell, hogy ez nem betegség, ez egy fejlődési zavar. Magyarországon a statisztikák szerint, a, a régi statisztika azt mondja, hogy minden száz emberből egy autista vagy autizmussal élő, de ezt ma már tudjuk, hogy sokkal nagyobb számadat tehát most már inkább a 68 az egyhez az arány, ez Magyarországon 144 ezer embert érint körülbelül, viszont ebből csak 10 ezernek van diagnózisa. Ebbe beleértem a felnőtteket és a gyerekeket is. Az autista gyermekek felé sok az elvárás. Sokszor erőltetik a közösségi életet, a nem speciális intézményekben való nevelkedést vagy éppen tanulást. Azonban fel kell ismerni, mindenkinek saját igényei vannak. Nagyon sok olyan elvárás van az autista gyermekek felé, ami vagy nagyon nehezen tudnak egyébként megfelelni, vagy nem látják értelmét, hogy megfeleljenek. Nagyon egyszerű például, hogy a szemkontaktus tartása, vagy a tanárnőre figyelni, amikor egyébként elég csak őt hallgatni, saját élménye ezzel kapcsolatban sokszor azt gondolták a tanárok, hogy én nem figyelek, mert folyton kifelé néztem az ablakon, pedig valójában én sokkal jobban hallok, hogyha a fülemet fordítom az adott irányba, és engem csak megzavar, hogyha látnom is kell, amit a tanár mond. Éppen ezért fontos az, hogy ezekkel ne csak az adott gyermek legyen tisztában, hogy minek kell megfelelni, és mi, hogyan működik jobban, hanem a szülő is, aki segít, illetve a pedagógusok, akik ez alapján jobban fel tudják mérni azt, hogy hogyan kell egy autistához fordulni. A nyíregyházi előadást a Gölles Viktor speciális iskolában tartották egy olyan apuka kezdeményezésére, akinek kisfia ebben az intézményben tanul. Az iskola 218 diákja közül 37-en autisták.